Rengeteg horgász várta a jó időt, és hogy hódolhasson szenvedélyének, a meleg tavaszi napok beköszöntével indul el jellemzően a horgász idény is. A Sátoraljai Újhelyi Sporthorgász Egyesület több mint 500 taggal rendelkezik, de a hobbi horgászok száma térségünkben is több ezerre rúg. Most ők azok, akik talán nem látják hátrányát a koronavírus járványnak, hiszen a halászat, horgászat nem lett betiltva. Csupán itt is figyelni kell egymás egészségére, a járványügyi előírások betartására, és természetesen a horgászati szabályokat is be kell tartani. Ugyanúgy kell horgászengedély, ugyanúgy kell területi engedély, ugyanúgy kell hozzá napi jegy a horgászathoz. El lehet menni bármelyik vízre, a kezelőtől függően, amik kiadják a napi jegyet, csak annyi a különbséggel, hogy az utazást csak saját családtagok mehetnek egy autóban, vagy hogyha idegenek mennek, akkor külön-külön autóval kell menni. De viszont a vízparton is, ott most ott se lehet gangolni, bandázni, sörözni, pálinkázni, hanem ott is a megfelelő távolságot, ott 5 méter távolságot meg kell tartani a horgászok között. A Sátoraljai Újhelyi Sporthorgász Egyesület által kezelt legnagyobb vízfelület a Karcsató. Az elmúlt esztendőben jelentős gondot okozott a tó alacsony vízállása. A tó vizét a bodrogból szivattyúkkal igyekeztek pótolni tavaly nyáron. Ezt követően már a tél folyamán természetes úton normalizálták a vízállást. Ez azt is jelenti, hogy megfelelő életterük van a halaknak. Úgy gondolom, hogy 2019 telén, karácsonykor egyszer sikerült feltölteni a karcsavizet, utána januárban még egyszer sikerült feltölteni a vizet, és utána pedig, amikor a pálcani vizet töltötték fel vízzel, akkor még a maradékot azt beengedtük a karcsatóba, tehát plafonra töltöttük fel, 132 centire töltöttük fel a karcsavizet, szabad eséssel, nem kellettek szivattyúk, úgyhogy ez sokkal gazdaságosabb volt ez a feltöltés, mint hogyha szivattyúkat helyeztek volna a feltöltéshez. Most is kint van a nádasban a víz, a kárászok megkezdték az ívását, ugyanúgy a süllők, csukák ugyanúgy el tudtak ízni így nyugodtan, nem csak a középen volt víz, úgyhogy maga a zöld a nádasban mindenütt ott lerakták már az ikrát a halak, úgyhogy ez nagyon jót tett a karcsai halállománynak is, meg a többi élőlénynek is. Az Egyesület mindezzel párhuzamosan arra is odafigyel, hogy orvhalászok, orvhorgászok ne károsítsák meg az általuk kezelt vízfelületek élővilágát. Hát 2019-ben nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy két hivatásos halört vizsgáztattunk le Miskolcon, maga a halászati felügyelőnél és a rendészetnél is, tehát ők komoly ellenhatást tudnak, vagy tudnak vigyázni a vízre, hogy akik nem megfelelően horgásznak, vagy halászni szeretnének, vagy rapsiszkodni szeretnének, hogy ezeket megakadályozzák. És van még kettő darab társadalmi halőrünk. Igaz, hogy ők nem olyan jogviszonnyal rendelkeznek, de ők is. De bármelyik horgász, aki a vizen van, és olyat tapasztal, hogy halászat, vagy nem megfelelő horgászat, 112-t kell hívni a rendőrséget, vagy a halőröket, és akkor ők kimennek, és akkor megfelelően tudjuk megvédeni. A Sátoraljai Újhelyi Sporthorgász Egyesület fejlesztéseket is tervez erre az esztendőre. Szeretnék felújítani a Karcsatavon található 136 stéget, de haltelepítés tekintetében is többszöri alkalommal számol a szervezet.